Sziasztok, ez itt újra a játékok a polcról. A mai adásban Star Wars, Clone Wars figurákkal fogok foglalkozni. Már elég régen volt, és mivel ezt a vonalat azért igencsak kedvelem, meg gyűjtöm is, ezért viszonylag sok figura halmozódott föl, amiről eddig nem volt még szó. Úgyhogy ezekkel is haladni kell. Hát valahogy azért úgy alakult most, hogy az újabb beszerzéseimből választottam ki egy kicsit többet, de ugyanúgy 5 figura lesz ma, ugyanúgy lesz bontatlan bontott, ahogy megszokhattátok, és hát szerintem ma egy elég jó kis line-upot sikerült összerakni. 2 droid lesz, 2 klón és 1 Jedi, úgyhogy teljes lesz a palettának a lefedettsége. Kezdjük is szerintem rögtön a bontatlannal, mert hát ez egy elég érdekes darab, azt hozzá kell tenni. Ez gyakorlatilag az egyik legújabb figurám, tehát nem annyira régen sikerült kifognom. A Clone Trooper Phase 2 Armor elnevezésű darabot, ami hát voltak éppen egy sima Clone Trooper, de Phase 2-es páncélba, mégpedig olyan stílusban, ahogyan ugye a Clone Wars-ban megrajzolták. Ezt hozzá kell tenni, hogy ugye Phase 2-es páncélú figurák ugye voltak már korábban is, meg később is, de azok főleg realisztik stílusúak voltak. Ez volt az első sima klón, azt hiszem, ami ilyen Phase 2-es páncélt tudott. Na most relatíve egy sima figura, ugye? Sima fehér, van egy jetpackja, lövedékkel, egy kis blastere, egy nagy fegyvere, nagy rifle-je, illetve adtak hozzá, ugye ebben a szériában járt hozzá egy stand is, és első látásra hát nem tűnik úgy, hogy ez egy olyan rohadtul hűde különleges figura lenne, pedig valamilyen szempontból az. Mégpedig azért, mert ez a figura iszonyatosan keresett, és ez a figura nagyon-nagyon drága. Tehát így egy csomó Clone Wars figurához képest jóval magasabb áron mozog, főleg így bontatlan formában, ami hát nem igazán érthető, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzak, hiszen általában mindig vannak belőlük eladó példányok, tehát azt nem lehet mondani, hogy hű, de ritka, vagy hogy sose adja el senki, mert általában van, de ezek a példányok szinte kivétel nélkül mindig elég magas áron vannak hirdetve, ahhoz képest, hogy annyira ez a figura azért nem olyan hű, de nagy vasszizdasz. De hát ugye sokszor mondtam már korábban, hogy az, hogy egy figura jó vagy nem, és az, hogy mennyibe kerül, az a kettő, az nem mindig van arányban, nem mindig találkozik ez a két mutató. Amikor találkozik, tehát amikor egy nagyon jó figura általában drága is, az akkor nagyon drága. Tehát az akkor úgy szokott általában lenni. Na most, szóval nem tudom, hogy ez a figura ez miért drága, meg miért olyan hú, de keresett, mert keresett is, de tény és való, hogy így van. Egyébként 2012-ben adták ki, tehát ez már relatíve a Clone Wars érának, ha nem is a legvége, de azért már inkább a vége felé járunk. Ugye 13-ban még azért adtak ki egy pár figurát, ugye akkor volt az ilyen jodás csomagolás, és ugye ez az előtti volt, ez a Darth Maulos, aminél, hát ahogy korábban már beszéltük, osztozott a vonal a Movie Heroes csomagoláson. A kettőt gyakorlatilag ebben az időben csak azt különböztette meg, hogy itt Movie Heroes vagy Clone Wars felirat van. Na most maga a figura tényleg egy standard sima fehér klón, semmi extra. Az egyetlen extra az a feje, ami hát ilyen rajzolt stílusú Phase 2-es sisakot mutat. Kicsit azért steril az egész egyrészt, másrészt meg kicsit olyan nyomott a feje. Nem is az, hogy nyomott, ez nem jó szó, olyan idegennek hat egy picikét a többi klónom mellett, mondjuk úgy. Tehát megszokta az ember az ilyen realisztik stílusú figuráknak ugye a különböző sisakformáit, az ilyen legacy-s klónoknak, meg minden, és megszoktuk egyébként a Clone Wars-os klónokat is, amik ugye általában mindig vékonyabbak, meg ilyesmi, más a fejformájuk, más a sisakformájuk, és ez azok között is egy icipicikét azért kilóg ezzel az ilyen furcsa sisakjával, egy kicsit olyan stormtrooperes, egy kicsit
túlságosan, hogy mondjam, keskeny, de ettől még egyébként egy érdekes figura. Ugye semmi nem levehető, tehát nincsen feje a sisak alatt, alapvetően jól fogja a felszereléseit, a hátizsák ugye szokás szerint tök jó, ez a jetpack, ezek mindig jól szoktak illeszkedni a hátukon lévő lyukakba, igazából jól áll a lábán, jól áll standen is, ugye a vékony lába ellenére, de technikailag igazából nincsen vele semmi probléma, egy picit olyan idegennek hat. És annyira nekem úgy nem adja, nem tetszik, de hát nagyon sok esetben, meg nagyon sok vonalnál ugye az van, hogy ha olyan figura kerül a birtokomba, pláne bontatlanul, ami komoly értéket képvisel, és úgy érzem, hogy hát olyan vonalba tartozik, amit én mondjuk szeretek gyűjteni, a Clone Wars-t azt nagyon szeretem gyűjteni, akkor azt megtartom, akkor is, ha nem tetszik annyira, mégpedig azért, mert lehet, hogy soha többé nem jön össze belőle még egy bontatlan példány, úgyhogy nem kockáztatok, inkább megtartom, úgyhogy így tartottam ennél is, úgyhogy ez most már benn van a vitrínbe. Na most hát az ára az mondom eléggé magas. Véletlenül nyertem meg egy aukción, nem árulok zsákba macskát, tettem egy szerintem elfogadható összeget az aukción, ami egyébként egy más vonalakhoz képest egy jóval magasabb összeg volt, de úgy gondoltam, hogy ennyit még nekem megér, hogyha nyerek, és nyertem. Hozzá kell tenni, hogy ilyen buy it now aukcióknál ott kivétel nélkül dupla ennyibe került, mint amennyire nekem sikerült ezt meglőnöm. Mi a reális piaci ára? Hát nem tudom. Tehát így olyan 20 rugó környékétől indul, szerintem, én úgy láttam, meg hát annál még sokkal több ér is. Nem tudom, hogy miért ilyen rohadt drága az a figura. Megmondom őszintén, hogy el nem tudok mit csinálni. Drágább darab, hogyha valakinek kell, de ennél még drágább az ugyanennek a figurának az 501-es festésű változata, mert hogy kiadtak belőle olyat is. No! Következő figuránk az egy taktikai droid, amivel ezeddig még egyel sem foglalkoztam, lévén, hogy ez az első, ami nekem megvan ezek közül a droidok közül. Mondjuk régebben nem is nagyon kajtattam a droidokat, de tudjátok, az utóbbi időben azért eléggé megkedveltem őket, és ez is egy szép darab. Igazából ő a TA-175 névre hallgat. 2010-ben adták ki, és ugye ő egy TX-típusú taktikai droid, amiből azért a Clone Wars rajzfilm sorozatban elég sokat lehetett látni. Tehát ha nem is minden részben, de azért sok részben feltűntek ezek a taktikai droidok, és hát általában az ilyen lángeszek, mint mondjuk Grievous, rohadtul nem hallgattak a droidoknak a tanácsaira, de egyébként azt hiszem, hogy a Rebelsben is volt egyszer talán taktikai droid, de most abban hirtelen nem vagyok biztos, nem, mindegy. Ez lehet, hogy hülyeség, amit mondtam. A droid maga az szerkezetileg nem egy olyan rohadt nagy újdonság, többféle TX droidot is kiadtak a Clone Wars sorozatban. Ez egy 12 ponton mozgatható figura, és nagyjából véve ezeket a festésük különbözteti meg egymástól. Na most ez a kék festésű, amiben sok a kék, és van itt egy ilyen embléma, az egyértelműen azonosítja, hogy ez melyik kiadásról van szó. Ez egy sofőr figura, az Armored Scout Tank mellé adták sofőrnek, ami egy ilyen kisebb járgány volt, ugye hát itt a Clone Wars-ban elég sok járgányt adtak ki annak idején, kisebbeket is, nagyobbakat is, ez egy ilyen, hát mondjuk úgy, hogy kisebb járgány volt, ami mellé ezt adták. Ilyen festésben máskor, máshoz nem jelent meg, tudomásom szerint, különböző más festésekbe be lehetett szerezni, de akkor más is volt a neve, tehát mit tudom én, TX-20, meg ilyenek, tehát ennek TA-175 a hivatalos megnevezése. Egyébként konkrétan ez a droid az első évadban szerepelt a Clone Wars-ban,
Tehát ez a festésű droid, mégpedig a Rylotos részekben, azt hiszem. Jó, alapvetően egyetlen kiegészítőt kapott csak, ezt a standard droid blastert, ezt normálisan meg tudja fogni, azt azért nem mondom, hogy jól, de mert ez ki tud esni a kezéből, de annyira végül is ez nem vészes, van ennél rosszabb is. Ami viszont tény, hogy nem túl jó, az a lába. Nem áll igazán jól a lábán, de még standen se. Most sikerült viszonylag jól beállítani, de amióta megvan ez a droid, az nem egy olyan régóta, mondjuk úgy, azt hiszem, hogy mit tudom én, 2 hete maximum, és azóta legalább 5-ször orra bukott a vitrínbe, stand del együtt, vagy standről le, tehát ugyan nem kacska a lába, meg ilyesmi, de azért viszonylag valahogy laza, és lehet állítani a bokáját, meg mit tudom én, de a vékony lábhoz ugye viszonylag itt is egy tömzsi felsőtest kapcsolódik, ahogy a B1-eseknél, vagy a mit tudom, B2-eseknél szokott, és ennek köszönhetően elég könnyen el szokott seggelni, erre azért egy kicsikét figyelni kell. Nem nyitható semmi, nincsenek rajta ilyen rejtett panelek, és hát a járgányhoz, amihez adták egyébként, teljesen jól illeszkedik. Igazából a sorozatban láthatóak is voltak, úgy emlékszem, ezek a droidok, mit tudom, jármű vezetés közben, bár inkább azt hiszem, hogy talán speeder bike-on láthattuk őket, meg kiadták speeder bike-kal is, azt hiszem, egy másik TX-et. Ezek a TX droidok viszonylag keresettek a droid gyűjtők által. Hát ugye ő nála ugye bontatlanról nem tudunk beszélni, mert járgánnyal együtt lehet beszerezni. Minden Clone Wars járgány manapság bontatlan formában azért már húzós. Mostanság ugye egy nagyon gyűjtött vonal a Clone Wars. Szinte mindenki szereti, és kapirgálja ezeket a figurákat, bontottan is, meg bontatlanul is, úgyhogy ez azért árfelhajtó tényezővel bír. Bontott állapotában ez a droid, hát egy olyan 5-öst tud, én 5 rugó alatt nem adnám el, meg nagyjából más TX droidot se, mert igazából tud annyit a piacon, van olyan festési variáns, ami talán többet is, úgyhogy nem egy annyira olcsó darabok, nem egy ilyen commerce B1-es vagy akármi, úgyhogy hát aki szereti a droidokat, annak mindenképpen ajánlom. Következő az egy másik droid. Ugye ez egy B1-es variáns, ami szintén sima Battle Droid néven futott, és ugye ez rohadtul félrevezető általában, mert sima Battle Droid néven ilyen B1-esből kiadtak vagy 100 félét. Tehát ugye pirosat, kéket, zöldet, sárgát, sima barnát, sötétbarna geonózisit, mindenféle Battle Droid játszott már, és így nehéz név alapján megkülönböztetni őket. Hát ennél egy icipicit könnyebb a helyzet, mert ő is egy járgánynak a sofőrje volt. A Separatist Droid Speeder mellé adták sofőrnek 2011-ben. De most attól függetlenül, hogy ez egy picit különlegesebb festésű droid, mert ilyen kék festéssel, hogy így mindenén van kék, ilyen festéssel nem nagyon adták ki máskor, illetve volt más kék B1-es, de annak például azt hiszem az ormánya az nem volt kékre festve, meg nem voltak így a váll, meg ilyesmi, azt hiszem azon csak a mellkas részei voltak kékre festve, úgyhogy meg lehet különböztetni. Szóval a festése a különlegessége. Azon kívül egy sima, 9 ponton mozgatható, viszonylag buta, Clone Wars-os Battle Droid, nem túl jó konstrukciójú, amihez egyébként egy tök ugyanilyen Droid Blastert adtak, mint a TX-nél, tehát ugye ezt a standardet, ezt rengeteg figurához adták, úgyhogy az ilyen Battle Droidokhoz általában mindig ez volt, illetve hát kapott még egy sima Battle Droid hátizsákot, ugye amint látjátok, az nekem nincsen meg hozzá, de a hátizsákja nem kapott kék festést, úgyhogy ha van sima
Clone Wars-os Battle Droid hátizsákotok pluszba, akkor azzal lehet pótolni, mert ugyanolyan homok színű, tehát azon nincsen semmilyen kék festés. Amint látjátok, a blastert azért viszonylag tisztességesen megfogja, a hátizsák is egyébként jól illeszkedne, hogyha lenne, és úgy jól néz ki, meg összességében ezek a sima battle droidok, hogyha van sok szép színes, mit tudom én, piros, sárga, stb., akkor így egymás mellett egyébként jól tudnak mutatni, de nehéz elvonatkoztatni attól a ténytől, hogy tényleg mindegyiknek tré a lába. És ennek is tré a lába, noha látjátok, hogy nem annyira kacska. Tehát viszonylag ez egy egyenes lábú droid, ami hát felüdítő egyébként, mert hát nem tudom, hogy hány ilyen battle droid járt már nálam, nem konkrétan ilyen, hanem unblock mondjuk B1-es. Szerintem legalább 40 darab átfutott már a kezemen, de lehet, hogy 50 is, nagyon sok. Ugye sima homokszínű, geonózisi, azokból eléggé sok, meg különböző ilyen füstös, meg egyebek. És 80%-uknak a lába az görbült volt, vagy olyan állapotú, hogy nem nagyon lehetett értelmes módon felállítani standre se, mert nem mutatott annyira jól, magába meg szinte lehetetlenség volt őket megállítani. Hát ő standen viszonylag jól megáll, azt hozzá kell tenni, köszönhetően annak, hogy ez tényleg egy jó állapotú darab, aminek hát gyárilag nem kacska a lába, de hogyha már picit itt izélem, akkor látjátok, hogy már is, hogyha picikét beljebb lököm, akkor így bedől az egész, és akkor már hajlamos a görbülésre, úgyhogy erre azért mindenképpen vigyázni kell. Egyébként hajlik ugye a lába is, tehát lehet azért pozícionálni meg a bokáját, nem a bokáját, azt hiszem, nem, mindegy, nem akarom eltörni, de ez a rákfené ezeknek a B1-eseknek, sajnos, hogy a lábuk az csapnivaló és állítgatni kell, és mivel egyébként a peg lyuksejt túl mély, ezért látjátok, hogy hát ha föl tudod egyáltalán standre rakni, akkor ez így ágaskodik rajta, nem megy bele teljesen a lábába, úgyhogy ez is generálja ezt, hogy még standen is ilyen kicsit hülyén néz ki, ugye, mert az egyik lába a levegőben van. Úgyhogy nem egy olyan túl jó konstrukciójú battle droid ez, de a festése az minden esetre különleges. Az ára ennek annyira azért nem veszélyes, tehát ilyen, mit tudom én, így bontott állapotában ilyen kettőfél, tehát így nem egy olyan nagyon durva, hiába, hogy ebben a festésben csak így volt beszerezhető itt a speeder mellé. Ugye bontatlanul csak a speederrel együtt van relevanciája, bontottban meg ez egy ilyen 2500 forint. Minden megvan ilyen 3000 forintos figura, nem sokkal több. Igazság szerint nem van egy-kettő különlegesebb battle droid, aminél hajlandóak a vevők akár többet is kifizetni, hogy megvegyék, de az ilyen alapok nál ez a kettőfél, három rúgó erre nagyon-nagyon beállt a bontott esetében a piac. Tehát így nem lehet értük többet elkérni, mert akkor nem veszik meg gyakorlatilag. Legalábbis itt nálunk, hát lehet, hogy külföldön picit máshogy van. Jó, következő darab az 2010-es, Kiadi Mundi. Ugye hát beszéltünk már róla korábban, hogy itt a Clone Wars sorozatban is kiadogatták újra gyakorlatilag majdnem, hogy az összes Jedit, sőt még annál többet is, mert olyan Jediket is, akiket korábban nem, ugye animated style-ban, ugye korábban ezek az alap Jedik, hogy Mundi, Plo Koon, Kót, stb., azok csak ilyen realisztik stílusú figurában voltak általában elérhetőek, és itt a Clone Wars-ban meg kiadták őket újra ilyen rajzfilmes stílusban. Tehát ez némelyik esetében nagyon jól sikerült, némelyik esetében kevésbé. Ez múlik azon is, hogy a rajzfilmben hogy sikerült őket ábrázolni éppen. Na most, ez egy 12 ponton mozgatható Kiadi Mundi, ami szerintem a jobbak közé tartozik mindenképpen, a jobb Clone Wars-os Jedik közé. Sikerült tényleg egy az egyben megcsinálni a fejénél is a rajzfilmes kinézetet, de ugyanakkor nem hat idegennek, tehát egy picit más formája van az arcának, a fejének ugye nyilván nem, mert ő ugye ilyen csúcsfej,
A picit más formája van az arcának, mások a vonások, mint ahogy mondjuk a filmben láttuk, de nem hat idegennek. Tehát itt teljesen fölismerhető, és alapvetően jól néz ki. Szerintem kifejezetten jól néz ki ennek a figurának a feje. A test kialakítása az ugye ez a standard Clone Wars-os vékony dongájú kivitel, jók a vonásai, jó a ruha, ugye 12 ponton mozog, és annyi extrát még belevittek, hogy itt egy kicsit ugye ez a szoknya, ez ilyen vászon betét benne, hátul már műanyag, csak a homokszínű rész az, ami vászon. Kiegészítőnek ugye egy fénykardot kapott, nem biztos, hogy ez a fénykard, ami a kezében van, az pont az övé. Bevallom őszintén, annyira nem szoktam ellenőrizgetni a fénykardokat. Tehát amivel jön a figura, azzal adom tovább, vagy azzal teszem ki a vitrínbe. Egyszer már rendet kéne rakni ezen a területen is nálam, de egy standard kék fénykardja van, úgyhogy maximum a markolata lehet más egy kicsit. A stand az nem hozzá van, hogy ez egy Saga Collection stand, az ottani Kiadi Mundihoz adták, csak pont volt egy ilyen itthon, és akkor miért a saját nevével ellátott standre állítson föl a vitrínbe. A fénykardról még annyit, hogy az egyik kezébe ugye a balba jól meg tudja fogni, a jobba annyira nem, mert ugye ez ilyen erőhasználó pozícióba lett megcsinálva, ugye itt a delejezősbe, úgyhogy hát az egyik kezébe rakjuk bele lehetőleg a fénykardot. Úgyhogy nem egy rossz figura ez. Én egyébként szeretem a Clone Wars-os Jedi kiadásokat, tehát a vitrínben azért van is nekem egy jó pár, Luminara, meg Plo Koon, meg Ki Adi Mundi, meg mit tudom én, tehát ezek úgy azért megvannak. És van olyan, amiből például a realisztik stílusú nem tetszik annyira, és azok nincsenek is meg, mert nem kell belőlük több, elég a Clone Wars-os mondjuk nekem. Alapvetően nem egy olyan iszonyatosan ritka figura ez, persze annyira nem is elterjedt. Ugye az utóbbi időben a Clone Wars-os cuccoknak azért megy följebb az ára, ez egy jegyzett, jó nevű vonal, megvan az a 20 figurája, ami ugye nagyon elterjedt és kvázi olcsó, ami ezen kívül van, azoknak az ára folyamatosan mindig húszik fölfelé egy kicsit. Hát hogyha én most el akarnám adni ezt a figurát, én olyan 4000-4500 alatt biztos, hogy nem adnám el, mert annál olcsóbban nem lehetne pótolni. Bontatlanul meg ezek a figurák, mint ez a Mundi is, tehát ilyen 10x000-nél indul igazából. Tehát így nem nagyon lehet már a jobb Clone Wars figurát kapni mondjuk 8000 plusz posta plusz vám alatt bontatlanul. Csak a standardeket, az ilyen, mit tudom én, Yoda, Obi-Wan, Anakin, azokat lehet olcsón már csak megkapni, a többit már nem, mert megy fölfele az ára. Jó, az utolsó mai figuránk az egyben a talán legjobb, a Fox parancsnok 2012-ből, ami hát egy gyönyörű szépen sikerült klón parancsnok. Én tudjátok, hogy nagyon szeretem a szép színes klónokat és klónparancsnokokat, ugye a Doom-tól elkezdve az ilyen Rexeken, Tornon, Wolfon, mindenkin át, tehát ezek mindegyik figurát imádom. Foxot is nagyon, ez a Clone Wars-os kivitele, és ez egy 8 ponton mozgatható klónparancsnok. Az az igazság, hogy Fox azért szerepelt a Clone Wars rajzfilm sorozatban, de nem mindig ugyanúgy nézett ki, emlékeim szerint. A negyedik évadban volt ez az ilyen Phase 2-es kinézete, és azt a kinézetet azt elég jól sikerült a figurába átültetni. Hát néhány kicsi részlet azért nem teljesen úgy van, de szerintem az összhatás azért eléggé baba. Ugye hát van neki egy vizorja, meg egy antennája, ami egyébként nem levehető, de hát nem is kell senkinek. Nem levehető sisakos, tehát nincs emberi arca sisak alatt, ez így tök jó. Szerintem egyébként ez a fej ez nagyon jól meg lett csinálva. Páncéldarabok ugye nem levehetőek, de viszonylag szép kidolgozású az egész, és nem tűnik annyira vékonynak, mint mondjuk más Clone Wars-os klónok.
Szép a szoknyája, ugye van pisztolytáskája, és kettő darab blaster tartozik hozzá, amit egyébként jól meg tud fogni a kezében. A szoknya miatt nem tűnik a lába se annyira vékony dongájúnak, de hát ugye általánosságban ez azért jellemző a Clone Wars figurákra, hogy vékony lábuk van, szerencsére ennek annyira nem tűnik úgy. Kapott még kiegészítőt, hát egy ilyen giga rakétakilövőt, ugye ilyen rugós rakétakilövőt, ami ugye gomnyomásra elvileg ezt ki tudja lőni ezt a rakétát. Hát ez egy annyira amorf, elnagyolt, hozzá nem illő valami, hogy őszinte leszek, én ki sem szoktam ezeket rakni a vitrénbe. Mert egyrészt elborulnak tőle a figurák, másrészt rontja az összhatást. Tehát, hogyha most berakom a kezébe, és beállítom ide a vállához valamennyire, amennyire engedi, akkor látjátok, hogy ez azért úgy a figura méreteihez képest bazi nagy. Oké, hogy reális, mert egy ilyen rakétakilövő nyilván nem kicsi, de nem kellett volna ez hozzá egy klón parancsnokhoz. Minek? Tehát így nem szeretem, hogy ilyen nagy ormotlan izéket adtak néhol hozzájuk, úgyhogy ezeket én nem rakosgatom be a vitrínbe, hanem csak úgy benn vannak dobozban. Ami még érdekes a figurát illetően, hogy az egyik vállán ugye van ez a hát Foxra jellemző ugye ilyen matyó mintás festés, ami szerintem tök jó, és dob rajta. Illetve ami érdekesség még, hogy valószínűleg a test az egy újra felhasznált alkatrészen alapulhat, mert van lyuk a hátizsáknak, de hátizsákja ugye nincsen, tehát valószínűleg egy olyan figurából hasznosították újra, amihez meg volt, mit tudom én, Rexből, vagy valamelyik ilyen Space Clone-ból, vagy ilyesmiből. Úgyhogy, hát de nincsen ezzel gond, de tök jó egyébként, hogy így meg van festve még itt ez a kis kocka is, ilyen kis fekete mintákkal, úgyhogy igazából én nagyon szeretem ezt a figurát, valamilyen szempontból minden izében igényes, tehát így nekem nincsen egyik porcikájával se bajom, de még a 8 pontos mozgathatósággal se. Jól megáll a standen, ahogy látjátok, tehát így beleraktam, ez úgy van, ez nem nagyon dől el, és tök frankó elsősorban van a klónok között nálam, mert tényleg nagyon csippantam ezt a figurát, és hát nem csak én, hanem ugye nagyon-nagyon sokan szeretik. Igazából hát bontatlan állapotában ez is ilyen 20 ezrek. Tehát így nem egy olcsó figura ez se, meg ugye posta, meg vám, meg ilyenek, nem is mindig lehet unión belülről kifogni, úgyhogy nem annyira egyszerű a beszerzése bontatlanul. Hát nekem bontottam van meg, úgy emlékszem az egyik kedves barátom egy 5-ösért adta oda nekem. Hát annál szerintem már lehet, hogy egy icipicit többet ér a piacon, mert ezeknek megy fel az ára, ezeknek a klónparancsnokoknak is. Úgyhogy hát maradjunk annyiba, hogy bontottam kompletten 5 rugó kacsacsőr fölfele, tehát hogy onnan indul a sztori, de megéri egyébként, mert szerintem bazi szép figura. Ugye összeszokták keverni, és nagyon hasonlítanak is egymásra, a Black Series 375-ös vonalban van a Thorn elnevezésű figura, vagy a Commander Thorn, az is piros, és gyakorlatilag a mintája is eléggé hasonló. Hát én nem keverem őket össze, abba több egyébként a fehér, de érdemes odafigyelni, hogy melyik Fox, melyik Thorn. Jó, köszönöm szépen, hogy részt vettetek ezen a kis mai szeánszon. Ennyi lett volna mára, köszönöm szépen, hogy velem tartottatok, remélem tetszett. Hogyha tetszett, akkor iratkozzatok fel, lájkoljátok a videót, meg minden ilyesmi, kommentben mondjátok el a véleményeteket, tartsatok velem a Játékok a polcról Facebook oldalon, és tartsatok velem a játékokapolcról.blog.hu-n is. Jövő héten ugyanebben az időpontban, már most bajba vagyok, hogy mi lesz, mert nem vagyok benne biztos, hogy az emlékmentéshez megjön addig a cucc, amire szükségem van. Úgyhogy hát rögtönöznöm kell majd valamit, de megoldom majd valahogy. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, sziasztok!